Mici Mackó történetét gyerekek és felnőttek egyaránt ismerik a képernyőről, és szeretik is, de mostantól színpadon is találkozhatunk a Pagony utca lakóival. Minden napjuk egyformán indul, ám Róbert Gida fejében új életre kelnek a mesehősök. Olyan csodálatos világba csöppennek, ahol minden megtörténhet, a humoros szituációktól a szívmelengető helyzetekig. A Mici Mackó című könyv alapját a Milne által megírt és kiadott, a kisfia és annak játékállatai kalandjain alapuló rövid történetek adták. A klasszikus mese Karinti Frigyes nagyszerű fordítása nyomán készült. Nagyon emberi az egész történet. A karakterei, a figurái, a maguk is esendőségükkel, a kis dühükkel, a narcisztizmusokkal, a butaságukkal, a szerethetőségükkel rengeteg emberi vonást hordoznak, csak hát állatka formába öltötte Milne, de nagyon magára ismerett mindenki, és nagyon szerethető. Urmai Gábor nem csak az előadás rendezője, Bagoly szerepét is ő alakítja. Mici Mackót Tar Dániel játsza, aki az idei évadban már a harmadik mesejátékban közreműködik. Abszolút nem bánom, mert ez is valahogy újat tudott hozzám adni. Iszonyatosan érdekes volt más megközelítésből egy mesét megcsinálni, olyan szempontból, hogy ez inkább egy ilyen szinkron gyakorlatnak könyvelném el. Mivel hogy ugye nem egy akciódús történet, nem ezért szeretjük a Mici Mackót, a Karinti szöveget, hanem azért, mert iszonyat szellemes, vicces, és azt gondolom, hogy a gyerekeknél, illetve majd a nagyobb gyerekeknél is azzal tudunk sikert elérni, hogyha nagyon jól vannak karakterizálva ezek a szereplők, és én azt gondolom, hogy az összes kollégám ezt maradéktalanul megtette. A Mici Mackó a Pagony utca 100-ban című előadás további szerepeit Törő Gergely Zsolt, Jenei Judit, Tóth Károly, Tari Patrícia, Pregicel Fruzsina, Kövesdi Csenge és Gyuris Tibor alakítják. A mesejáték nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is remek szórakozást ígér. Ha medvicske volna a méhecske, patörzsaját gyűlne a mézecske, ha még volna medve, amit feltehete, nem kéne megmászni ennyi emeletet.